Köszöntök minden kedves nézőt a mai napi túravezetésünkön. Mint látható, Titánfallal jelentkezünk ismét a Lagoon nevezetű mappal. És el is kezdődött a szokásos kis vérremenő küzdelmünk. Hát, mit is mondjak, utóbbi időben kicsit belemerültem a Titánfallba, és jó pár ilyen tesztet és kritikát is olvastam róla. Hát, kicsit felemás fogadtatás kapott a Titánfal, de mint én is mondtam már, azért jó pár érdekes dolog van benne. Elég sok a hasonlóság a Call of Duty-val, hát mondjuk értelemszerűen nem is csoda, hisz a Respawn Entertainment is csinált már Call of Duty-t. Úgyhogy hát így nem volt nehéz dolguk, mikor újabb játékot akartok alkotni, tulajdonképpen már hozott anyagból dolgoztak. És látható, hogy három kontrollpontén zajlik újfent a küzdelem, és megjegyzem, hogy az utóbbi időben, amikor játszottam ezzel a Titánfallal, mindent megpróbáltam elkövetni azért, hogy én szerezzem meg a legtöbb killt, és én gyilkoljam le a legtöbb titánt, és azt hittem, hogy majd ezzel leszek eredményes a játékban, és mit is mondjak, újabb csalódás kellett, hogy érjen, hisz de még nem láttam még egy olyan játékot, ami ilyen szinten jutalmazza a kempelést. Már is rátérek a lényegre, hogy mit értek az alatt, hogy a játék jutalmazza a kempelést. De ehhez majd lassacskán el kell ezt kezdenem kempelni, de egyelőre még a B pontra fogunk betámadni. Mondjuk úgy, mert most az van elemi kézen. Hát az állás 52-26 idáig a mi javunkra, úgyhogy idáig jól alakul a küzdelem. És hát kempelés alatt a gyerekek nem egészen pontosan azt értem, hogy ha belemegyünk valamelyik kontrollpont húzó zónájába, és huzamosabb ideig ott tartózkodunk, akkor kb. Egy olyan 30 másodpercenként ilyen health point hold, azt hiszem ez a neve a dolognak, ilyen 75 force kapunk vele. És ez kb. 30 másodpercenként ismétlődik, amikor adott húzókörünk belül tartózkodunk és nem megyünk ki onnan. És hát igen. Szóval ezzel tulajdonképpen a nagyon übermeister gyilkoló képeket is képesek vagyunk így megelőzni, hisz csak húzamosabb ideig ki kell bírnunk egy kontrollpontnál üldögélve, esetleg aki oda téved ellenség, hát ezt vele megpróbálunk végezni értelemszerűen, ha meg nem, hát akkor Istenem, akkor se történt tragédia. És hát olyan mennyiségű szkorsz lehet így összeszedni, hogy gyakorlatilag különösebb erőködés nélkül tudunk a kör végén az elsők lenni, én azt tapasztaltam. Hardpoint Hold, igen, akkor jól mondtam, igen, ez a Hardpoint Hold, ez akar lenni. Nem emlékeztem 100%-osan biztosan a nevére, de most miután így kiírta nekem a játék, így most már meggyőződtem róla, hogy igen, így hívják. És hát, hogy is mondjam, hát azért azt hittem, hogy azért ez egy olyan játék, amiben azt számít, hogy a játékos mennyire tud harcolni, mennyire küzd meg az elemekkel, a többi játékossal, mennyire jók a reflexei, a stratégiai értéke, a... hogy is mondtam, az abilitása. De hát ez mind bugfügy, mert hát beülsz oda, mondjuk beülünk ide a célhez, és akkor állvajunk, mint a befőt. Nyírkáljuk itt a botokat, azzal is kapunk egy kevés időpontot, és hát tökéletesen állvajunk itt a helyünkön. És csak úgy peregnek nekünk a tikettek, és hogyha még annyira nem is nagyon akarunk túlzásukba esni, akkor a kontrollpont mellé mondjuk, hogy lehívjuk a titánunkat. Ilyen guard módba például bekapcsoljuk, és akkor még itt az ellenséges titánok is elmolyolnak vele. Hát most így látható, most épp három titán fogta közre ezt a szerencsétlen egy nyomorult autotitánt, amit az enemy ide próbált meg nekünk leküldeni, hogy hát ha jó lesz valamire, de hát csak a jó fogónak volt megfelelő. Hát igen, így tényleg, hát azt mondom, hogy idáig úgy tetszett a játék, de most ez a jutalmazási rendszer, ez egy kicsit úgy. De jó, azért nem túlzás azt állítani, hogy tetszett a játék, el voltam vele. Na, akkor így mondom. Meg kellemes változatosság volt így a BF4 izé után, hogy most épp átgázoltam rajta. De BF4 bugok után, most ez így jó volt egy olyan játékkal játszani, amiben azért nem halomra vannak a bugok és érdekes anomáliák. Jó, mondjuk ebben is vannak érdekes dolgok, de be lehet tudni ezt azoknak, hogy különleges képességekre is szert tehetnek a katonák, mint a láthatatlanság, az átlátnak a falon, blablabla. Úgyhogy lényegében lehet, hogy hack se nagyon szükséges ehhez, hogy most így
kivitelezzék itt a dolgokat, mert hát azért majdnem minden benne van, amit egy jó hack tud. És itt vagyunk a C-nél, valahol itt volt az ellenség, de hát az már vagy megszűnt létezni, vagy még mindig itt van, vagy nem tudom. Ó, és egy titán. És hol az ellenség? Azt mondja, itt egy autó volt, ez is valahogy már megint itt volt meg. De nem, két ellenség is itt volt. Itt az űrszavarban nem jöttem rá, hogy mi újság van. Hát kezdjük elveszíteni a control pontjainkat, én maradok még minden esetre akkor is a C-nél. Mert hát az előbb említett stratégiámnak úgy lesz értelme, hogyha be is mutatom azt a stratégiát így a gyakorlatban, mert különben a kutya nem hiszi el nekem. Ó, volt egy gyuri ember, aki egy érdekesen pizsgerget itt a környéken, átdobta meg gránátot, csak úgy látom, és mit ad Isten, pont megöltem vele valakit, tehát ezért... Hát én is egy nagy mágus vagyok, azért megjegyzem. Nem tudom, hogy jöttem rá, de néha itt tényleg így találom, látok a gránátokat, és azok valahogy rendre így hatnak. Érdekes. Na de. Még mindig itt vagyunk a C-n, jön az ellenség, és kapjuk a Headpoint Holdot. És közben addig a társai módok olyan élelmesek, és ők nem üsörögnek egy kontrollponton, mert hát azért valahogy jobban dolgozik bennük az adrenalin, meg azért szeretnek így mászkálgatni, megismerni új környezetet, embereket, parálkozni, stb. Én meg hát el vagyok itt ilyen remete módba, és jön itt a drága jó ellenséges titán. Egyelőre még az én titánom is itt el van. Azzal az úriemberrel kéne még beszélgetni, hát hogy ágy benne van. Ó, jó, sikerült bevédeni a C-t. És tovább ülünk a fenekünkön. Ja igen, és azért is kapunk 75-öt, hogyha csak simán megvédjük a C-t, és akkor még erre rájön a Headpoint Hold, akkor az megint 75, ez már akkor 150. Hát így ezért lehet szépen farmolgatni, és már megint kaptunk egy Headpoint Holdot. Nem akarok hülyeséget mondani, itt áll azt hiszem, amelyik ez egy plusz 100-as. De szerintem én, ha jól számoltam, kb. Egy olyan 30 másodpercenként kapunk 75-öt, ami ugye azt jelenti, hogy kb. Átlagban 10 percig tart egy kör, hát így, igen, szóval. Hát, érdekes. Roppant izgalmas a küzdelmünk, de mit látjátok, hát ez a célra vezető taktika. Mondjuk elveszítettük most az egyik kontrollpontunkat, de mondjuk úgy valahogy most úgy nem tudok aggódni. Hamarosan úgy is majd valaki oda megy húzni egy másik pontot, és akkor majd el leszünk itt megint, és folyamatosan kapjuk a plusz 75 szkolzunkat. Izgalom a tetőfokán, jaj, és mit a Isten elkezdett villogni az A? Na hát, úgy látom dolgoznak a fiúk keményen. Ó, itt a háttérben a butok mászkálnak, jaj, Istenem, ez a játék. Na. És jön már valaki, vagy nem jön valaki. És visszafoglaltuk az A-t, továbbra is pörögnek a tikettek. A titánomat sajnos még egy percig nem bírom lehívni, úgyhogy muszáj vagyok addig kitartani ezen kőkemény háborúba. Ó, és itt a titán, ó, és pont elém hát a drága jó kedves pajtásomnak, hogy már fedezékbe tudjak vonulni. És be is jött ide a titánunk, felveszi itt a kapcsolatot a többi emberkével, meg ezt a smoke-ot kinyomta magában, amikor ez nekem pont kapóra jön, mert most így nem fog látni egy darabig, visszahúzza a C-t. De már csak 3 tiketre vagyunk attól, hogy mi győzzünk. Úgyhogy... Na hát most meg is történt a győzelem, micsoda küzdelem volt, kérem szépen hölgyeim és uraim. Nem minden napi harcba vehettünk részt, azt elmondhatom, még nem volt ilyen FPS, aminél annyira könnyű dolgom lett volna, komolyan mondom. Még körbe vagyok véve ellenséges titánokkal, meg nyilvánvalóan az ellenség is itt anyázik. Azt mondja, még 10 másodperc, amíg én lehívhatom a saját titánkámat, úgyhogy... Addig még meglapulok itt a környéken, mert most minek menjek oda, úgyis csak lenyínálnak. Na hát, és akkor azt mondja, hogy jön a titán. Jó, és vége is van a körünknek lassacskán. Belehuppanok még itt a drága jó jószágomba. Hát hölgyem és uraim, kérem szépen ezek után mondja le mindenki a megfelelő konzekvenciákat, hogy ez mégis azért így hogy gondolták. Hát látható itt egy autotitán. Szerintem rövidesen elmenekülnek a drága jó úriemberek itt a környékről. Még ha nagyon akarnám, megpróbálhatnám őket megakadályozni, de hát én most elég illusta formámban vagyok, meg hát nincs is rá szükségem. Oh. Na, hölgyeim és uraim! Hát, mint látjátok itt az eredmény, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a nem minden napi túravezetést, nem minden napi stratégiával. Hát remélem tetszett ez a kis információhalmaz. Találkozunk a következő epizódba. Addig is kitartást, és sziasztok! Rövidesen már úgyis jön az új Battlefield 4-es DLC, és akkor megint munkához láthatok úgy komolyabban.
Hello mindenki!